Szevasztok srácok, itt is lennénk egy újabb játékos karriermód részben, és ott tartottunk, hogy az előző rész végén Kosztával átigazoltunk a Chelsea csapatába, viszont még bemutatkozni nem sikerült, úgyhogy ez fog történni a mai epizódban. Hogyha egy olcsó és megbízható helyről szeretnél zsetont vásárolni, akkor mindenképpen tudom ajánlani a fifacoin.com-ot, ahol, hogyha a Bazsi kuponkódot használod, akkor további kedvezményben részesülsz, illetve ha bármi kérdésed van, akkor nyugodtan keresd meg. A linket megtalálod a leírásban. Először az ázsiai elitkupát fogjuk lejátszani, ez ugye 3 mérkőzés, utána pedig, ha minden igaz, akkor lesz nekünk egy európai szuperkupánk, illetve lesz Premier League meccsünk is. Az, hogy mennyi, azt még nem tudom, de egy-kettőt biztos le fogunk játszani, úgyhogy én amondó vagyok, hogy vágjunk is lassan bele. Ugye az előző epizódban felhasználtuk az összes felhasználható fejlesztési pontunkat, és így már 81-es értékelésű Kosztá, úgyhogy sokkal jobbak vagyunk, mint voltunk. Kíváncsi vagyok, hogy így milyen lesz majd vele játszani. Csereként fogunk kezdeni itt a Chelsea-ben, az első meccsünkön legalábbis. Az 57. percben jövünk föl majd Madueke helyére, 0-0-ás állásnál, úgyhogy nézzük is. Na, itt is van Kosztá, az első meccsünk Chelsea mezben vele. Ó, és egyből egy szöglet. Na, az jó. Jól kezdődik, reméljük, hogy valaki ott tud is majd fejelni. Hát ez nem sikerült olyan jól. Nagyon jó. Azt megoldjuk egyedül, így is van. Vagyis hát nem mi, hanem a csapattársunk. 1-0-ra vezetünk, 60. perc, épp hogy följöttünk, és már gólt szerzett a csapat. Gólszerző pedig nem más, mint Martin Deron. Ő egy új igazolás szerintem. Ó, meg is indultunk egyből a szélen, és egy beadás. Az is jó. Majdnem. Meg volt az első gólpasszunk. Jól adja. És a lövés Kosztától, szép védés a kapustól. Jackson, azt lőjük el. Így is van. Megvan az első asszisztunk, srácok. Nicholas Jackson belőtte szépen az alsóba. A kapus meg se tudott mozdulni. És ezzel Kosztának pedig megvan az első gólpassza a Chelsea-ben. Úgyhogy tökéletes a bemutatkozásunk eddig. Szépen eltalálta Jackson. Abból baj lehet, de nincsen, mert hogy jól védekezünk, erről van szó. Coquelin, Wilson, és szépített a Villarreal. A semmiből jött ez a támadás, de egy szép gól lett a vége. Lehet vele menni, Kosztá, nem éri utol senki, Ricardo Kosztá, és meg is van az első gólunk is Chelsea mezben. Így van, erről van szó. Nem értek utol a védők, és bevágtuk. Mondjuk nem volt egy túl jó lövés amúgy. Süresen futhat James, hát mondjuk azt lehetett volna passzolni is, de mindegy. Sterling, így szép védés a kapustól, még egy szöglet talán belefér, így is van, úgyhogy ezt mi be is adjuk szépen, és meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Jöhet vissza, és még egy beadás, ez se jó sajnos. Viszont a mérkőzésnek itt van vége, 3-1-re sikerült nyerni az első meccsünkön, gól és gólpassz, 10/10-es bemutatkozás. Na, hát az a helyzet, hogy ezzel a teljesítménnyel egyből kezdők lettünk, úgyhogy a Juventus ellen már a kezdő 11-ben fogunk pályára lépni, és ennek örülök nagyon, úgyhogy hát amúgy egy kicsit gyengít egy csapattal, bár mondjuk nem nagyon, ott Fofana egyedül az, aki talán nem kezdő, fogunk kiállni a Juventus ellen. Én azt gondolom, hogy versenyben lehetünk ellenük simán. Ja, meg Deron az, aki annyira nem kéne kezdő legyen, mert hogy itt van a csapatban egyébként Enzo Fernandez is, de mindegy. Nyomjuk. Right mid Kosztá, aztán mehet. Kezdődik is a második Chelsea-s meccsünk a Juventus ellen. Ez azért talán egy kicsit nehezebb lesz, mint a Villarreal volt, bárki tudja. És az ívelés se volt rossz egyébként, csak Fofana valamiért nem lőtt el. Visszapassz, abból mondjuk gól lett, de nem volt les. Nem volt les, megadják, jól van, közben meg itt valami mentő zsal nagyon keményen. David Dátró Fofana a gólszerző, számomra amúgy egy eléggé meglepő szituációból, mert én azt hittem, hogy az teljesen les lesz, de ezek szerint valami védő ott beragadt, nézzük is meg még egyszer. Ja, hát ez nem volt les. Jövünk befele középre, vissza, Nkunku, el is lövi, és ott is van a gólpassz, Nkunku.
Sokat nem gondolkozott rajta, beverte az alsó sarokba, és már 2-0 az állás a 36. percben, ilyen, hogyha világklasszis csapattársaink vannak. Ez azért így nem ment volna a Wolvesnál szerintem. Nkunku külsővel. Pak, védhetetlen. Jó, első félidő vége, 2-0-ra vezetünk, Kostának van egy asszisztja, teljesen jók vagyunk eddig, második félidőben jöhetne egy gól is. És az egy nagyon jó beadás, Jackson mellé fejelte. Ja nem, ez Fofana volt, bocsánat, csak eléggé hasonlóan néznek ki. Locatelli, Keane. Így ott lefordult a védőről, és Kepa nagyot védett. És ott is a fejes, de les volt, meg be sem ment sajnos. Nem baj, azért nem volt olyan rossz lehetőség. Jaj, de nagy labda volt Mudriktól, és középen Nkunku. Nkunkunak bepasszoljuk, és Szczęsny védett hatalmasat. Itt a vége a mérkőzésnek, 2-0-ra nyertük meg a meccset a Juventus ellen, egészen sima volt. Gólt most nem szereztünk, viszont volt egy asszisztunk, úgyhogy teljesen jó volt a teljesítményünk megint. Eddig jól megy. Az utolsó szezon előtti meccsünk következik, az Inter ellen fogunk játszani, és eddig vezetjük ezt a listát igazából, úgyhogy tök jók vagyunk. És amúgy egy X is elvileg elég kell legyen ahhoz, hogy elsők legyünk, nem tudom, itt van-e ilyen kupa, meg mit tudom én, de azért jó lesz, ha megnyerjük. Sose szoktam ezt lejátszani, most először fogom, aztán úgy néz ki, hogy meg is tudjuk majd nyerni. Nyilván, ha nem kapunk ki az Intertől. Ugyanúgy a jobb szélen fogunk futkosni, nagyjából hasonló a kezdőcsapatunk is, úgyhogy nem lesz itt gond szerintem. Jó, elfutunk a szélen, valaki középen, ott van Fofana, és na még egy, nem. Elég gyenge a labdakezelés a Fofanának, de majdnem adtunk még egy gólpaszt. Kosta lövés, kapufa, hoppá, nem is volt az rossz. Ajjaj, Martinez, abból mondjuk baj lehet. Szép védés Kepától. Kosta, így, azért megkínáltuk Sommert, nem volt rossz. Húha, abból baj lehet, Ceballos. És mi történik? Valami legyen már. Jó, hú, megúsztuk. Ezt nem tudom, hogy sikerült, de megúsztuk, és azzal mehetünk a kontrába. Kosta. Lőjük el. Ott is van, ezt már nem fogta meg Sommer. Hú, egy nagyon para szituációt úsztunk meg, és szépen ki tudtuk hozni a labdát, aztán végigfutottunk Kostával, és végül belőttük. Nem voltam úgy, ez egy túl jó lövés. Jobb lábbal a hosszúba. De Sommer nem tudta sajnos, szerencsére kivédeni. Ajjajjaj, Martinez, jó, Kepa simán fogja. Meg kéne már csak tartani a labdát, nincsen sok vissza a mérkőzésből. Hát mondjuk így nem fogjuk megtartani. Nem tudom, hogy milyen ötlet volt Kepától, de nem jött annyira be. Védekezzünk. Óriási védés Kepán, nagyon jó. És le kéne fújni a meccset. Így is van, gyönyörű. Megvertük az Intert is itt a szezon előtt, úgyhogy szerintem egy eléggé sikeres felkészülésen vagyunk túl itt a Chelsea-vel. 3 meccs, 3 győzelem. Mind a 3 meccsen vagy lőttünk gólt, vagy adtunk asszisztot, vagy mind a 2, úgyhogy teljesen elégedettek lehetünk, óriási teljesítmény nyújtunk itt is. És hát ilyen kupa átvétel meg ilyenek úgy néz ki, hogy nem lesznek. Úgyhogy jöhet a következő meccs. A következő mérkőzésünk az UEFA Superkupában lesz a Milán csapata ellen, akik ugye az előző szezonban megnyerték a Bajnokok Ligáját, Chelsea pedig az Európa Ligát. Úgyhogy itt az első lehetőségünk arra, hogy egy igazi trófát nyerjünk, meg hát az előző kupa, amit nyertünk itt a szezon előtti, az is az első kupánk volt lényegében szerintem. Úgyhogy hát a vitrinünk az még elég üres, de most elkezdhetjük belegyűjteni a kupákat. Ezt eddig is tudtuk, hogy kezdők vagyunk, de akkor köszönjük szépen a bejátszást. Ott is van Kosta neve a team sheet-en. Na, azt mondja, hogy hát a szokásos kezdőcsapat igazából, nagyjából, mint amivel eddig is játszottunk itt a szezon előtt. Fofana nem tudom, hogy miért kezdő, nem is értem, de mindegy. Viszont amúgy a csapat többi tagja nagyon jó, még amúgy Malangsar is tök jól védekezik. És ő is a csapatkapitány egyébként, ami mondjuk kicsit furcsa. De mindegy, vágjunk bele az UEFA Superkupa döntőbe, és verjük meg a Milánt is, úgy, mint ahogy az előző 2 olasz nagy csapatot.
Na, kezdődik is a mérkőzés, most ilyen érdekes kék színű mezben fogunk játszani, nem a hazainkban, de amúgy jól néz ez is ki teljesen. Leo, abból baj lehet, óriási Kepa, mekkora kapus ez a Kepa, te! Jó, azzal lehet menni, ez egy jó kis kontra lehetőség, Monti mellett el fogunk tudni futni szerintem. Így is van, Costa nagyon jó, el kéne lőni keresztbe, Costa, és meg is van a vezető gólunk. Costa a kontratámadások királya lényegében. Gyönyörűen le tudunk vele futni a szélen, és hát egy az egybe azért egészen könnyű belőni az ilyen helyzeteket. Nincs nagyon olyan szélsővédő, aki utol tudja érni Ricardo Costát. Az a helyzet. Fofanának mekkora labda, de nem tudja lekezelni a pali, hihetetlen. Jaj, de jó, Fofana, ezt lőjük be. Nem. Megfogta Manyan, de ez most egy szép lehetőség volt. Jó, első félidő vége, Costa góljával vezetünk 1-0-ra. Úgyhogy egészen jók vagyunk eddig. Benasser. Alarcón. Védekezzük le valahogy, srácok. Az baj. Kapufa. Alarcón. Egész meccsen veszélyes volt, és ez most gól is lett. Rafael Leao az ilyeneket nem hagyja ki. 1-1, 79. perc, szép támadás. Ezt most nem tudtuk levédekezni. Enzo érkezik a pályára. Az egy kis erősítés azért. Mudrik, jó a labda, menjünk akkor. Jaj, de szépen csinálja Mudrik. Lőjük be. Így is van. És egy asszisztot is adtunk. Méghozzá eléggé szépet. És Mudrik pedig nagyon jól fejezte be a helyzetet, szépen eltekerte Manyan mellette, erről van szó. Így is van, megnyertük az UEFA Superkupát, 2-1 lett a végeredmény, úgyhogy úgy néz ki, hogy az olasz csapatokat eléggé sikeresen le tudjuk győzni. Jól van, érkeznek a srácok a pódiumra, hogy a magasba emeljük a kupákat, Costa is jön, gyönyörű szépen, ki is vette a részét eléggé ebből a sikerből, és ott is van vele, vagyunk elől. És Malangszár pedig jön, hogy a magasba emelje a trófeát. Az első Chelsea is kupánk. Így is van, emeljük is a magasba. Csodálatos. Reméljük, hogy ebben a szezonban lesz még több is. El is kezdődik akkor most a Premier League szezon. Az első meccset a Leicester City csapata ellen fogjuk játszani. És megint csak kezdők leszünk. A csapatunk igazából a szokásos. Én azt gondolom, hogy ezt a meccset highlightokba fogjuk lejátszani. A Leicester azért nem egy nagy ellenfél, de ettől függetlenül okozhatnak meglepetést, viszont reméljük, hogy nem fognak, úgyhogy nézzük is a highlightokat, aztán vágjunk akkor bele. Na, kezdődik is a Premier League első fordulója, Chelsea és Leicester. 42. percben vezet a Leicester 1-0-ra. Az mondjuk annyira nem jó. Ebből viszont már beadhatjuk itt a 45. percben. Ott van középen Nkunku, Gderón. Jó volt végül is, és ott is van kiegyenlített Mudrik. Jó, nem pont így terveztem, de ettől függetlenül ez teljesen jó volt így, ugyanis gól született belőle. Jó, Mihajlo Mudrik a gólszerző. Ezt érjük utol ezt a Marquinhos gyereket. Miért nem értük utol? Hello! Húha, vezet a Leicester. Az kemény mondjuk. És itt a vége a meccsnek, 2-1-re kikaptunk, Marquinhos tuplázott. Egészen gyengén kezdtük így most a bajnokságot, bár mondjuk ez még csak az első meccs volt, úgyhogy nagyon sok van vissza, de nem lett volna annyira szabad kikapni a Leicester ellen. Mindegy, viszont most a West Ham ellen fogunk játszani, ők azért egy kicsit komolyabb csapat, és Nkunku lesz a támadónk, meg Caicedo is játszik, meg Fernandez is, jaj, de jó kis kezdő csapat. Na, ezt le fogjuk játszani. Teljes hosszában ezt a meccset, úgyhogy kezdjünk is bele. Jó, Mudrik. Lőjük el. Lőjük be. Így is van, 1-0. Erről van szó. Gyönyörű. 9. perc. Frenkie de Jong a gólszerző. Az első helyzetünkből gól is lett. Costa. És óriási védés Fabianskitól. Vagy nem biztos, hogy tőle, de szép védés volt. Így az büntető kell legyen. Nagyon csúnyán oda csúszott nekünk Tierney. Szépen el is estünk, úgyhogy jöhet egy 11-es. Nézzük is meg, hogy mi történt még egyszer. Húztuk volna vissza a labdát. Ő megcsúszott. Jó, Nkunku lőheti a büntetőt. Reméljük, hogy be is veri. Nézzük is. Így is van, 2-0. Csodálatos.
Az jó, Franky. Vissza, be középre, és 3-0. Reece James a gólszerző. Jó, hát úgy néz ki, hogy elintéztük a West Ham-et itt az első fél időben. Szép teljesítmény volt. Eddig, aztán még van egy fél időnk. Egészen érdekesen néz ki ott az eredményjelző. Azt mutatja, hogy mind a két csapatból 4 embert kiállítottak. De hát ez szemmel láthatóan nincsen így. Vége a fél időnek, 3-0 az állás, eléggé magabiztosan vezetünk, úgyhogy én azt gondolom, hogy lehet, hogy le is cseréltetem itt Kostát majd, mert igazából ennél többet nem nagyon tudunk hozzátenni. Nyilván lőhetnénk még egy pár gólt, meg ilyenek, de hát teljesen mindegy, Tecatito érkezik a pályára. Okés, szép teljesítmény volt. Nézzük meg, hogy mi lesz a meccs vége. Na, azt mondja, hogy a végeredmény 5-2. Ez egy egészen gólgazdag meccsre sikerült. Jól van, rendben. Na, srácok, a mai utolsó meccs fog következni. A Fulham lesz az ellenfelünk, akik 15-ek, de hát ez még teljesen mindegy, hogy mit mondunk, ugyanis két meccset játszott le szinte mindenki. Nekünk is 3 pontunk van, meg nekik is, úgyhogy teljesen lényegtelen, hogy állunk, viszont azért a mi csapatunk az erősebb lényegesen, úgyhogy szerintem megpróbálkozunk megint egy ilyen highlight-tal, főleg úgy, hogy megint az egyik lehető legerősebb kezdővel állunk fel. Úgyhogy nézzük is, hazai pályán fogadjuk Fulhamet. Kezdjünk bele! 23. perc, és valamiért megint vezet az ellenfelünk. Nem is értem. Na mindegy. Ez egy szabadrugás, amiből igazából sok minden nem fog kisülni valószínű. De egy támadás lehet belőle. Hát így már mondjuk nem. Hoztá. Ben középen pedig Nkunku. Ó, bele a blokkba. 2-0 Fulhamnek. Jó. Highlightokat nem kell többet játszani. Azt hiszem. Mert ez így annyira nem jó. Az viszont... az se jó. Ebben a szezonban eddig egy normális szögletet nem tudtunk beadni. Az viszont egy jó lövés mellé ment. És itt a vége a meccsnek. 2-0 a végeredmény, ezt nem hiszem el. De esélyt nem kaptunk egyébként arra, hogy kivédekezzük azokat a gólokat, vagy valami. Nem is értem. Na mindegy. Jó, hát... úgy néz ki, hogy akkor ebben a szezonban a highlightok azok nem lesznek jó megoldások. Mert hogy eddig két kis csapattól kaptunk ki. Úgyhogy ez ciki. Viszont srácok, vége itt az augusztusnak, úgyhogy a következő részben már jön szépen a szeptember, meg az október. Hát meg még lehet, hogy a novemberből is valamennyi, meglátjuk. Ugye még BL-ünk is lesz, úgyhogy lehet, hogy az október lesz a vége. De mindegy. Egész jól haladtunk ma, sajnos a bajnokságban gyengén kezdtünk, így ezek a highlightok miatt, de majd meglátjuk, hogy hogyan fogjuk folytatni. Azért szerintem működőképes lesz majd a dolog, csak le kell játszani a meccseket. Úgyhogy ja, hamarosan találkozunk a következő részben, ha ez tetszett és még nem tettétek volna meg, akkor dobjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel, ha még nem lennétek, és hamarosan jön a következő rész. Addig pedig jók legyetek, vigyázzatok magatokra, szevasztok!